kedves barátaim, és akkor rátérnénk a rendezvényünkre. Mint mondtam, az első felében Budaházy Gyuri és társai kiszabadítása ügyében szenteljük a rendezvényünket. Ugyanis Budaházy az új Táncsics, akit nekünk kell hazavinnünk. Szólítom első előadónkat, Fuchs Sándort, még kér a nép. Kérem Fuchs urat, hogy jöjjön a színpadra. Nem megyek. A hatalmasságok, körénben élők nem szeretik a igazság és a szabadság hirdetőit. Az emberiség történelme évezredek óta abból áll, hogy az igazság és a szabadság harcol a hatalom uraival. Így volt ez a mi történelmünkben is. Így ünnepelhetjük most a 56-os forradalom szabadságharcosai és hősei. Amikor a szabadságról beszélünk, akkor általában hozzánkötjük valamilyen személyhez. A magyar történelem nagyon gazdag abban, hogy felmutasson hősöket, személyeket, akik életüket a szabadság kivívásáért tették, harcoltak. Mit tehetünk ma mi a szabadságért, akik itt összejöttünk, hogy az igazságtalanul bebörtönzött hazafiakat és felbefogott hazafiak érdekében szóljunk. Eljutottunk oda, hogy már nem gyilkolják és nem semmisítik meg a szabadság érdekében felszólalókat, hanem civilizáltabb körülmények között börtönben tartják őket. Nekünk, akik még a fényben járunk és szabadok vagyunk, az lehet az egyik legnagyobb feladatunk, hogy kiálljunk a bebörtönzöttek, perbefogottak, a hazafiak szabadságáért. Kiálljunk úgy, hogy megkérjük, felkérjük, felszólítjuk a haza vezetőit, akit a nép magas polcra ültetett, hogy tegyenek és cselekedjenek a hazafiak szabadulásáért. A életünk sokszor abban múlik el, hogy mindennapos problémáinkkal foglalkozunk, és nem gondolunk azokra, akik nem lehetnek közöttünk, mert valamiért felemelték a szavukat, valamiért harcolni, tenni akartak. Az idő kereke lassan forog, de még lassabban telik az idő a börtönök világában, és még lassabban múlik az idő az igazságtalanul perbefogott emberek lelkében. Kérjük a nemzet előjáróit, akiknek még fontos
az igazság, mert az igazságért harcolnak. Legalábbis ezt állítják, hogy tegyenek még mindent annak érdekében, hogy a perbe fogott hazafiak, Budaházi György és társai minél hamarabb szabaduljanak. Ez a nép kérése, mert még kér a nép. Köszönöm. Kedves barátaim, most szólítom a Magyarok Világszövetsége koronavírus szóvívőjét, aki nem más, mint kedves barátunk, dr. Pócs Alfréd. Hallgassuk meg! Kedves magyar testvérek! Magyar testvérek! Közös a magyar testünk és a vérünk. Isteni eredetű, így válunk testvérekké. Mindenünk a Teremtő Istentől való, mint a lelkünk is, melyben benne lakozik Jézus Krisztus is, az Isten fiú. S ha hagyom, hogy ő vezesse utam a lelki ismeret fészkében, akkor biztos, hogy az ő útját, az ő életét és az igazság útját fogjuk járni. Gondolja ezt át mindenki, mert már nem az emberi civilizáció eszméért kell az összefogás útját járni, hanem lélekben kell összefogást találni. Megérezni egymásban az igaz isteni teremtményt. Közös hittel, közös utat járni. Soha sem félni, mert mindig éreznem kell a szívemben, hogy ő ott lakik bennem. A globális emberi hatalom eszköze és közege a félelem. Az isteni hatalomé a szeretet és az igazság, melynek terméke a szabadság. A szabad emberi akarat és Isten teremtett világának a tisztelete, és nem a pusztítása lehet a cél, mert élő a föld, a nap, a csillagok, minden porszemben, molekulában ott a teremtett rezgés, a teremtő Isten maga. 1956. 10. hó 23. Ez egy szeretett megemlékezésünk. Emlékezem, Egerben közel 2 éves gyermekként, édesanyámmal december 14-én pont akkor sétáltunk a Kovács János úton lefelé a Széchenyi útra, amikor az egri sortűz eldördült. Az emberek menekültek felénk, így mi is menekültünk. Nyomot hagyott bennem a félelem. De hogy növekedtem, és növekedett bennem Isten jelenléte, egyre tűnt el a félelem. Később az orvos kollégákkal beszélve, akik az utcára szaladtak a kórházból, mely pont ott volt ezen az utca sarkán, így sok embert meg tudtak menteni. De az igazság az, hogy minden halott hátulról kapta a lövés, mert a menekülőkre lőttek a becstelenek. A történet pozitív oldala, hogy az igazság érzetem kifejlődött, mert bennünk lakik az Isten, így a félelem, a megalkuvás eltűnt. Ezért szólok most én is fel Budaházi ügyben. A magyar érzésű ember ezt a történetet nem tudja elviselni. Meg kell szólalnia, tiltakoznia, mert ez becsületbeli ügy. Aki nem így látja, az nem a lélek, nem az Isten vezeti, hanem pártpolitikai elkötelezettség, a pénz,
a hatalomvágy. Így összességében ők a sátánt szolgálják. A nemzeti kormány megemeli a korábban kiszabott büntetéseket igaz magyar testvéreinknek. Üzenem, ne feledjük, ez nem csak előttünk szempont, hanem Isten előtt is. Budaházi György minden igazügy harcosa fejlett igazságérzettel. Hogy belerúg a nemzeti oldal is, a miniszterelnök, a köztársasági elnök, a belügyminiszter, a parlamenti pártok képviselői, a jogszolgáltatás teljes intézményrendszere. Vajon ki áll e mögött? Ki ez az ember, aki uralja teljes Magyarországot? Azt tudjuk, hogy a Sanhedrin leírja, hogy ha lázadnak a fennálló pártpolitikai hatalom ellen, ragadj ki egy szereplőt a nemzetből, alázd meg, tarts fogva, így rettegésben tudhatod az egész nemzetet. Tovább gondolva, nyilván nem amerikai, nem izraeli politikus akarja Budaházi meghurcolását, hanem egy magyar személy. A szocializmusban tudtuk, kivel állunk szembe. Személyi kultuszok voltak. Ma a sötétből irányít a sátán. A vezetők pedig becsempészett, naponta változó saláta törvényekkel védik le magukat. A mai vezetők szolgák, így mi rabszolgák vagyunk. Elárulják, gyilkolják saját fajtájukat. A 150 éves török, a 400 éves osztrák elnyomás, vagy az első, vagy a második világháború nem okozott akkora robbanásszerű népességfogyást, mint a mai globális szabadkőművesség irányította liberális kommunista világ. Pártpolitikai vezetőink. A pokol tüze is várhat reátok, ha nem a magyar népet szolgáljátok. Isten sokszínű világot teremtett, minden nemzetnek fenn kell tartania magát. A magyar nép különleges, őt a szűzanya védi, ez az ő országa. Nemrég beszéltem a leghíresebb osztrák látó emberrel, aki elmondta, mikor a pokolban járt, a szűzanya külön elmondta neki, hogy a tűz, mely folyamatosan égeti testedet, a semmi ahhoz képest, ahogy a pokol tüzében szenved a lelked. Itt van Posta Imre esete is, aki szintén letartóztatásban van, mert eljátszott egy politikai színjátékot. Azonban ugyanezt eljátszhatja szabadon Dobrev Klára az árnyék kormányával. Na ez a kettős mérce, mely a zsidó nép vallásából fakad. Mert van egy választott nép, akinek mindent szabad, és vannak nem választott népek, akiknek semmit nem szabad. Ez az Ószövetség. Ebből ered a kettős mérce. Pártpolitikai vezetőink, lépjetek ki a NATO-ból, az EU-ból, a WHO-ból, így szolgálhatjátok a magyar népet. Ott a kétharmados többség, egy szavazás az egész. Rögtön vége az inflációnak, energiaáremelésnek, minden rossz függőségnek. Vagy engedjetek népszavazást ezen ügyben is. Mert a népszavazással is kettős mérce van. Csak amit a kormány enged, arról szavazhatunk. De ha engeditek, természetesen mi megszavazzuk, csak tegyetek már valamit, mert haldoklik Magyarország. Ki az a személy, aki Budaházi György ügyét uralja? Csak akkor tudjuk lebuktatni, ha 70 évre titkosított anyagokat megismerjük. Vagy összefogással valamilyen módon, jogi vagy direkt úton kiszabadítjuk őt, mint 1848-ban Táncsics Mihályt. Lássuk már, ez az ügy nem Budaháziról szól. Budaházi egyenlő a magyar nemzettel. A magyar nemzet nem Fidesz és kereszténydemokrata párt, nem Gyurcsány a többi pártaggal együtt. A magyar nemzet, mi az egyszerű nép vagyunk, akik pénzünkkel fenntartjuk a magyar államot,
mely így becsap és hazugságban tart. Összegezve, ahogy most Budaházival bánnak, úgy bánnak a magyar nemzettel is. Gúzsba kötnek, irányítanak, vakcinálnak. Így, ha ő érte küzdünk, a magyar nemzetért küzdünk valójában. Aki magyar, mindenkit tegyen a nemzetéért és Budaházi ügyért. Ne húzza be fülét, farkát. Itt van Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója, 2023. január 1. Ne hagyjuk továbbra is temetetlenül. Ez a nemzet kötelessége. Egy szatyorban nyugszanak a költőnk csontjai a mai napig. Itt legyen a vége, állj ne tovább! Ha van benned lélek, a lélekben Isten, ezt nem teheted tovább. Ébredj! Csontjainak a földben a helye, temetésénél az egész nemzet ott legyen, így nem mehet tovább, ő Barguzinban halt meg.